Bejárást tartottak a csatornázással kapcsolatban. Átadták az Angyalom emlékdíjakat. Tizenharmadik alkalommal fociztak a rasszizmus ellen. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Műszaki átadás átvételt megelőző helyszíni bejárást tartottak tegnap a belváros kettő város részben. Az ellenőrzést a Pázmány úton kezdték meg, amelynek során a Szennyvíz csatorna hálózat befejezése utáni helyreállításokat vizsgálták a szakemberek. Ezek elsősorban az önkormányzati utakat és a közterületeket érintették. Ma délelőtt az urai területet járták be. A Pázmány út elején találkoztak a Szennyvíz csatorna hálózat kiépítésében érintett felek tegnap reggel. A szakemberek a belváros kettő városrészhez tartozó területet járták végig. Így a helyreállítások utáni ellenőrzések a Karú, a Sturmán, a Bányász, illetve a Bartók Béla utcákat is érintették. A részműszaki átadások folyamatosan zajlanak a városban. Ezekre elsősorban a projekt végleges befejezésének közelgő határideje miatt van szükség. A szakaszos vizsgálatokkal ugyanis elkerülhető az évvégi torlódás, a lakók számára biztosítható a hálózatra való rákötési lehetőség, és a felmerülő problémák is időben orvosolhatóak. Természetesen így is vannak problémák mindenütt. Megtaláltunk is jelenleg is, meg van, amit még egyeztetnem kellett a vízművel, itt például a nyomott vezetékeknél, hogy az útpatkát az út felőli oldalon mikor tudjuk helyreállítani. Abban maradtunk az üzemeltetővel, hogy amikor megtörténnek a nyomott vezeték, a házi bekötéseknek az üzempróbája, akkor lehet véglegesen majd az útpatkát helyreállítani. A leggyakoribb problémát ezen kívül a kapubejárók helyreállításának minősége jelenti. Ezzel kapcsolatban gyakran előfordul, hogy viták alakulnak ki a lakók és a kivitelező között. Ezek könnyebb tisztázása érdekében a munkaterület átadása előtt állapotrögzítő videófelvételeket készítenek az érintett részekről. Így ugyanis a vitás helyzetek egyszerűbben kezelhetőek, és az is kiderül, hogy milyen munkálatokat kell még elvégezni a kivitelezőnek. A sikeres befejezés szempontjából a lakosság visszajelzései is fontosak. Számos lakossági bejelentést kaptam már az elmúlt hónapokban a helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban, és szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a rákötési munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül végezzék el, hogy az esetleges hibák minél hamarabb kiderüljenek, hogy még ebben az évben helyreállíthassa a kivitelező. Ma délelőtt Uraj területét járták be a projektben résztvevő szakemberek. Ennek során azt vizsgálták, hogy a kiépített csatornahálózat megfelele az előírásoknak. Korábban már tartottak itt ellenőrzést, akkor vízbetöréseket tapasztaltak. Ezt a kivitelező kijavította, ennek ellenére a probléma továbbra is fennáll. A csatornafedők felnyitása után ugyanis látható volt, hogy jelenleg is vannak vízbefolyások. Így ezt üzemeltetésre nem tudták átvenni. A következő lépés az lesz, hogy a teljes rendszert végig kamerázzák, hogy a hibákat feltárják. Ennek elvégzése előreláthatólag 2-3 hetet vesz majd igénybe. Megkezdődik a terepmunka a 23-as és 25-ös főút fejlesztésével kapcsolatban. Térségünkben ugyanis megközelítő utak építését végzi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT megrendelése alapján a Zöld Garden Kft. Erre a geotechnikai feltárások érdekében van szükség. A fúráspontok megközelítéséhez alakítanak ki erdészeti utakat. A folyamat várhatóan szeptember végéig tart, addig forgalomkorlátozásokra lehet számítani Szentdomonkos és a Bekölcei elágazás, valamint a Bekölcei elágazás és Borsodnádast között. A korábbi tervek szerint egyébként a 23-as és 25-ös főutak Bátony-Terenye és Ózd közötti szakaszát érinti a rekonstrukció. Az Ózd felirat kivitelezési munkálatait kezdték meg a héten a Bojki elágazó melletti füves területen. Ez a Köszi tér elnevezésű projekt egyik elemeként jelenik majd meg városunkban, amelynek célja közösségi terek kialakítása. A szakemberek jelenleg a több mint 8 méter hosszú és közel 2 méter széles betonalap kialakításán dolgoznak, amelyet előreláthatólag a hét folyamán fejeznek be, míg az átadás szeptember végén várható.
7 anyának adták át az Angyalom emlékdíjat Budapesten. A Ganyi Károly által édesanyja emlékére alapított kitüntetést olyanok kapták meg, akik tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, ápolnak. A kezdeményezés mellé sokan odaálltak. A gála fővédnöke a köztársasági elnök volt. Ganyi Károly lakásában járunk, akit az Ózdiak és az ország az üvegcsontú fiúként ismer. Ez pedig az általa megalapított Angyalom emlékdíj, közvetlenül édesanyja fényképe mellett. Az elismerést Ágnes halála után hozta létre azon anyukák számára, akik tartós betegséggel vagy fogyatékkal élő gyermeküket nevelik, ápolják a nap 24 órájában. Belelátok az életükbe nap mint nap, hogy miket csinálnak, hasonló helyzetben vannak ők is, mint az én anyukám volt. Viszont azt látom, hogy ők tehát, hogy teljesen el vannak szeparálódva a társadalomtól, kiszorulnak mindenből szinte, és ezért szerettem volna az ő egyrészt anyukámnak az emlékét éltetni, másrészt ezeket a családokat elismerni erkölcsileg. A díjat Budapesten egy gála keretein belül adták át, a megvalósításához sok támogató hozzájárult. A rendezvény fővédnöke a köztársasági elnök Áder János volt. Az átadót több zenés produkció is színesítette. Itt debütált például Szlabik Erik külön erre az alkalomra készített Angyalom című videóklipje is. A fellépők között szerepelt az egyik elismert anyuka is, Nikula Zsuzsanna, aki agyi idegfejlődési rendellenességgel élő kisfiát neveli. Én úgy szeretem az én gyerekemet, ahogy van. Én soha nem is akartam őt megváltoztatni, nyilván szeretném, ha egészséges lenne, de én itt annyira elfogadtam, hogy ő ilyen, hogy én nem is akarom, hogy ő másmilyen legyen. Soha nem figyeltem, mindig büszke voltam rá. Összesen 7 elismerést adtak át, a fődíjat Jakab Csabáné kapta a szavazatok alapján. 2 gyereket nevel, Matyi egészséges, Jászmin viszont egy korai agyhártyagyulladás szövődményei miatt halmozottan sérült. Nagyon jól éreztem magam a gálán, nagyon megható, gyönyörű gála volt. Egy kicsit izgultam, sőt, nagyon izgultam, de, és nagyon örültem annak, hogy én nyertem a díjat, bár úgy gondolom, hogy ezzel nem kitűntem a többi szülő közül, de mégis jól esett az anyai szívemnek, nagyon jól esett, hogy elismertek. Bár ez volt az első Angyalom díját adó, a szervező hagyományt szeretne teremteni belőle. A tervek között szerepel az is, hogy a rendezvényt hazahozná Ózdra. Ózd és környéke templomai című könyvét mutatta be Kovács László. A nyugdíjas férfinek eddig több mint 5 kiadványa jelent meg, és a Néprajzi Múzeum egyik pályázatán is díjat nyert. Az alkotó legújabb művét a Szent Simoni Kultúrházban ismerhették meg a helyi nyugdíjas klub tagjai, és számos érdekességet megtudhattak a könyvvel kapcsolatban. A magát egyszerű nyugdíjasnak tituláló Kovács László állítása szerint semmilyen előképzettséggel nem rendelkezett a honismereti gyűjtéssel kapcsolatban. Így laikusként kezdett bele még 2012-ben. Az alkotó egyik művével azóta már a Néprajzi Múzeum egyik pályázatán is díjat nyert. Eddig több mint 5 kiadványa jelent meg. Legutóbbi könyvét tavaly szeptemberben mutatták be Hangonyvölgyi tanyák és helynevek címmel. Most egy újabb szerzeménnyel állt a nagy közönség elé. Készül egy könyvem, mert még nincs teljesen kész, most van szerkesztés alatt. A Ózd és környéke templomairól és egyház jellegű építményeiről. Ennek hát gyakorlatilag az anyagát elküldtem az egyik barátomnak, aki a Néprajzi Múzeumban, Balassagyarmati Múzeumnak egyébként a munkatársa, és ő megtekintette és javasolta a kiadásra. Hát én most saját erőből, illetőleg támogatók segítségével kívánom ezt megjelentetni. Az alkotó hamarosan elkészülő könyvét a Szent Simoni Kultúrházban mutatta be a helyi nyugdíjas klub tagjainak. Számos érdekességet megosztott a jelenlévőkkel. Hallhattak például a Somsályi templom különlegességeiről és az Urai templom fakazettás mennyezetéről is. Az eseményre a terület képviselője is meghívást kapott.
Itt Szent Simonban nagyon jó kis nyugdíjas közösség van. Az első perctől kezdve befogadtak, szeretettel fogadtak, meghívtak minden rendezvényükre, fordultak hozzám a problémáikkal, örültek annak, hogyha valami új történik. Most is ez történik, hogy van egy falubeli, úgymond falubeli, aki ezt megírta, eltervezte, összeszedte ezt a történetet, és most itt a nyugdíjas klubnak szeretné ezt elmondani, bemutatni. A templomok történetéről szóló könyv körülbelül 140 oldalas lesz, és közel 200-210 fekete-fehér képet tartalmaz majd. A szerző elmondta, hogy a fiataloknak és időseknek is ajánlja egyaránt, hiszen rengeteg érték van a térségünkben, amelyet érdemes megismerni mindenki számára. Állásbőrzét rendeznek Ózdon augusztus 27-én, vagyis most csütörtökön a Marosi István városi sportcsarnokban. Az érdeklődőket délelőtt 10 óra és délután 5 óra között várják az ABB tulajdonú vállalatcsoport illetékesei. A kilátogatók többek között a környékbeli állás lehetőségekről kaphatnak képet, hiszen több cég is képviselteti majd magát. Fontos információ, hogy a helyszínre csak szájmozgóval lehet belépni. Holnap újra véradás lesz a civilházban. Az eseményt, mint mindig, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendezi. A segíteni szándékozókat 11.30 és 16.30 között várják a már jól megszokott helyszínen. A rövidebb várakozási idő miatt a donoroknak érdemes előzetesen bejelentkezniük a 0630 268 7016-os telefonszámon. A véradás helyszínén egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat. A szájmaszk viselése nem kötelező, ám érdemes viselniük a résztvevőknek. A szervezők egyébként mindig nagy hangsúlyt fektetnek a lakosság egészségével kapcsolatos megelőző szűrővizsgálatokra, így ingyenes hallásvizsgálattal is várják a lakosságot délelőtt 11 és délután 3 óra között. A beavatkozás pedig csupán 8 percet vesz igénybe. 13. alkalommal szervezte meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Együtt a rasszizmus ellen nevet viselő kispályás labdarúgó tornáját. Az eseményt idén a Városi Stadionban tartották meg. A program célja most is a közös testmozgás volt, illetve megmutatni mindenkinek, hogy lehetséges a békés együttélés. Komoly múltra tekint vissza városunkban az Együtt a rasszizmus ellen nevet viselő kispályás labdarúgó torna. Az eseményen minden esztendőben a környék legjobb csapatai vesznek részt. Az Ózdi, Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény napjárában minden évben kiemelt figyelmet kap a program, hiszen az ilyen alkalmakon látszik leginkább a sport közösség kovácsoló ereje. Ebben az évben tolódott, hisz minden évben május hónapban szoktuk megszervezni az Együtt a rasszizmus kispályás labdarúgó tornát. Ez már a 13. alkalommal van megrendezve. A csapatok mindig adottak, most két új csapattal bővült a torna. A legfőbb cél az, hogy az Együtt a rasszizmus ellen, az előítéletiség ellen és a békés együttélés mellett arra hívjuk fel a figyelmet. Az évek során a csapatok és a szurkolók már kiismerték egymást, így a régi cimborák közösen buzdították egymást a pálya széléről. Természetesen, mint minden esztendőben, most is voltak új csapatok, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy izgalmas mérkőzéseket láthassanak az érdeklődők. A rasszizmus ellen harcolunk, ne legyék fajgyűlölet, az emberek ismerik meg egymást, tehát mink is már közel, itt vagyok 45 éve, mindenkit ismerek Ózon, nekem nincsen bajom a rasszizmus ellen, mert igazán nincsen olyan társam, aki űzné minket, vagy valami, nekünk így nagyon jó, de azért vagyunk, hogy ne legyék itten nálunk Ózdon, meg az ősz környékén sehol a rasszizmus, az emberek egyformán fogadják el egymást. A program ebben az esztendőben is elérte a célját, hiszen a játékosok gondoskodtak a minőségi mérkőzésekről, de a közös beszélgetésre és szórakozásra is jutott idő. A tervek szerint jövőre mindenképp folytatni szeretnék a megkezdett hagyományt, hogy még többen csatlakozhassanak a környéken élők közül. Híradónk végén nézzük meg a legfontosabbakat még egyszer röviden. Műszaki átadás átvételt megelőző helyszíni bejárást tartottak a szakemberek a város több pontján is. Ennek során urajon a csatornahálózat megfelelő kivitelezését, míg a belváros kettő részen az azutáni helyreállítást vizsgálták. Hét anyának adták át az Angyalom emlékdíjat. A Ganyi Károly által édesanyja emlékére alapított kitüntetést olyanok kapták meg, akik tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, ápolnak.
Ózdis környéke templomai című könyvét mutatta be Kovács László. Az alkotó legújabb kiadványával a Szent Simoni Kultúrházban ismerkedhettek meg az érdeklődők. Tizenharmadik alkalommal szervezték meg az Együtt a rasszizmus ellen nevet viselő kispályás labdarúgó tornát. A cél most is a közös testmozgás és a békés együttélés hangsúlyozása volt. Végül nézzük, holnap milyen időjárásra van kilátás. Szerdán sok napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a délire, délnyugatira forduló szél. A maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. A kora reggeli órákban pedig 12 fok körüli értéket mutathatnak majd a hőmérők. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei. A krónika ismétlését az Esti magazin után, valamint 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják újra. Híradónk után a kaleidoszkóp következik. A járványhelyzet ellenére is névzenétől volt hangos Ózd augusztus 20-án, az Ózdi Néptánc Egyesület jóvoltából. Új könyvvel jelentkezett ifjabb Vas Tibor. Városunkba látogatott a Magyar Continental Singers. Ezekkel a témákkal várja önöket Lendvai Bó tanóra. Friss helyi hírekkel holnap ugyanebben az időben jelentkezünk. Nyugodt estét kívánok, viszontlátásra!